Népes mezőnyöket felvonultató versenyeket rendeztek már a szekszárdi IASZ egyesületek, de ez a mostani kétnapos Grand Prix, amit az Aliszka Nyilai prezentált a legutóbbi hétvégén Sötétvölgyben, azt talán minden eddigit felülmúlt. A közel 200-as indulói létszám zömében a minőséget képviselték a különböző korosztályban levő versenyzők. A Sötétvölgyi erdő 28 célja közül pedig jó néhány minden eddiginél meglepőbb, váratlanabb, az íjászok döntés képességét próbára tevő volt. Rendkívül meredek terepek, rendkívül szélsőséges körülmények közé kihelyezett célokról beszélünk, ami azt jelenti, hogy világosból sötét helyre belőni pontosan egy alapvetően is sötét állatra például optikailag rendkívül nehézé teszi a távolságbecslést, az arányok érzékelését. Ha ezt még megspékeljük egy rendkívül meredek szöggel, ami a viszintes lövésekhez képest a vesző kiszámíthatatlan útját nehezíti, az egyáltalán az érzékelést nehezíti, akkor mondhatjuk nyugodtan, hogy ez egy nagyon-nagyon különleges, extrém pálya. Már a kihelyezett első négy célállomás produkált ilyet. A sólyom, a vadkacsa, a szarvas elejtése után jött mélyen lent a bőrzárban, színkülönbségekkel, egy tigris, amit a legértékesebb testrészén eltalálni bizony lecke volt a javából a legjobbaknak is. Még a tapasztalt, sokat látott, már Európa bajnoki címet is szerző versenyzőnek is például. Fölmérni, érzékelni és eltalálni a célt egyszerre rendkívül nehéz fizikailag is, de olyan komoly agymunkát igényel, hogy a versenyzők utána tényleg komoly pihenésre tartanak igényt. A második célnál egy szarvas bújt meg a bokorban, amire felnőtt versenyzők a piros jelzéstől mintegy 40 méterről célozhattak. Igyekszem az élmezőnybe végezni, lehetőleg a dobótet helyén, ha nem sikerül, akkor majd megnézem, hogy ahol megáll a verseny, hogy ott oda miért jutottam, és az tudok-e rajta javítani. Nagyon jó a terep, terepadottságok, változatos célkihelyezéseket lehet végrehajtani. Ki is használták a rendezők maximálisan a terepadottságokat. A rendező nem titkolt szándékkal az EB-VB felkészülésre alkalmas pályát épített ezúttal, elgondolkoztatva talán a Magyar IASZ Szövetség jelenlévő képviselőit is. És saját felnőtt és utánpótlás versenyeken már bizonyító íjászaiknak is feladták a leckét az aliszkások. Akiket úgy folyamatosan a nézők, hallgatók látnak az eredménylistáinkban, ők most kint vannak a pályán. Az ígéretes aliszkás új generáció a kétnapos 3D szekszárdi Grand Prix erős mezőnyében is, mint a tények mutatják, remekel. A gyerek mini korcsoportban Andrekovics Balázs, Horha Kristóf és Vehovszki Kira Sötétvölgyben is aranyérmes lett. Miképpen a kadetteknél Németh Réka Anna is győzött. A felnőtteknél két negyedik, illetve ötödik hely jelezte, az egyik már a veteránoknál volt, hogy EB-n és VB-n is lehetne esélye az aliszkásoknak, akár egy dobogós helyezésre is.